Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás július 5-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Erre most kivetem a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az ő érzelmei. Mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy mit közöl veletek, vagy milyen lépéseket tesz irányotokba. Ehhez jön egy napi kártya a csokis kártyákból. Az első kérdés az volt, hogy mik az ő gondolatai. Itt van egy kihívás, egy küzdelem, valaki megtámadja őt. Vagy arra gondol, hogy a következő napokban valaki megtámadja őt, és vitákról, veszekedésekről lesz szó. Milyenek az érzései? Ezt mutatja ez a kép. A háttérben ez az elefánt mutatja nehézségeket. Olyan lassú lépéseket, minden olyan nehéz, de ennek ő hátat fordít, és megpróbálja a belső egyensúlyát kialakítani. Neki most nyugalomra van szüksége. A harmadik kérdés pedig az volt, hogy mit közöl veletek. Ezt mutatja ez a királynő, és ez a királynő uralkodik a víz eleme felett, és az jelenti az érzéseket. Ti vagytok számára ez a királynő, és jelenti azt is, hogy a szeretet, a lelkesedés az ott van. Ezt mutatja a napi kártya is. Ez jelent ilyen örömteli eseményt a számotokra. És pontosan így közeledik hozzátok. Ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást. Ez egy videófelvétel név nélkül, a díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!